Főtisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Asztrik érsek évében, akit mi a pannonhalmi szerzetesekhez hasonlóan hivatalosan is szeretnénk szentként tisztelni, az ő évében jöttek el hozzánk a Katolikus Pedagógiai Intézettől a munkatársak, hogy ne csak szétnézzenek itt, ahogy hallhattuk János atya bevezetőjéből, hanem zarándokok is legyenek. És valamiféle helyi specialitással is megerősödve térjenek haza. Hát a Katolikus Pedagógiai Intézet azzal foglalkozik, ami egyik fő feladata az egyháznak, a missziós parancs magába foglalja a tanítást, és mint tudjuk, az Úr Jézus is a tanításnak sokrétűségét hozta, egyrészt magyarázta az Ószövetségi törvényt, másrészt hozta a nagy újdonságot, az Isten országát, és a még nagyobbat, az üdvösségnek a jó hírét elhozta közénk. Ezek mind össze is kapcsolódnak egymással, hiszen már az Ószövetségben ott van az Isten országának sok-sok magva, ami kiteljesedik, és a végső idők az az Isten országának teljes beteljesedését hozza. És hát abban nyilván benne van mindaz, ami az emberi élettel kapcsolatos, márpedig az ember egyik legnagyobb sajátossága, hogy tanul. Képezi magát, gyarapszik. Az állatok az ösztönviláguknál fogva, ha külön nem dresszírozzák őket, évezredeken át ugyanazokat a cselekedeteket végzik, ami éppen a lét és faj fönntartásukhoz szükséges. De nem így az ember. Az ember mindig több akar lenni, tanulni akar, és ez az egyik emberi sajátossága. Magáról Jézusról, mint emberről megjegyzi az evangélista, növekedett korban, bölcsességben, kedvességben, Isten és emberek előtt. És ő lett a tanító, az abszolút tanító, aki példát ad nekünk, hogyan kell továbbadni örök ismereteket, hogyan kell szólni a tömegekhez, az egyéni emberhez, és hogyan kell példát adni, mert Jézus igazi pedagógiája abban csúcsosodott ki, ő maga is mondja, hogy példát adtam nektek. És mi most itt vagyunk a 21. század második évtizedébe, a maga, bátran mondom, kaotikus világában. És valamiként még az oktatásra is visszahárul ez a világ, mert öreg tanítók mondják, hogy a gyerekek is mások lettek, és valahogy egészen más az a légkör, ami a mai iskolákban, oktatási rendszerekben van, mint ami korábban volt. És ez óhatatlanul az egyházi iskolákra is vonatkozik. Én a piarista gimnáziumban jártam, akkor a tonatanár kivételével mindenki pap volt. És amikor összejövünk érettségi találkozóra, akkor az évfolyamtársaim nem a papok, hanem a többiek mondják azt, hogy milyen kár, hogy már nem az az iskola piarista, mint amikor mi jártunk. Csak azt nem fogják föl, hogy az idők megváltoztak, sokkal több iskolát átvettek a piaristák, tehát az a minden nehézség és megszorítás mellett is egy kegyelmi pillanat volt, hogy még próbálták a legjobb tanárokat begyűjteni az iskolába. De mégis itt áll előttünk a feladat, amellyel birkózzunk. És a történelem a
per tanító mestere, vonatkozik még az oktatásra is, mert nekünk nem a pillanatnyi ismeret átadása lényeges, hanem az információt transformációvá szeretnénk átalakítani, az adott ismereteket átvinni az életbe, oktatás és nevelést szorosan összekötve. Itt Asztrik évet ülünk, egy kicsit érdemes visszaszállnunk a múltba, mert az őkora egészen más volt, mégis sok olyan tanulságot vonhatunk le az akkori időkből, amely ma is kamatoztatható. A múlt évben jelentette meg a Szent István Társulata, remélem jól mondom a nevét, Pierre Richer-nek az Oktatás és Művelődés a Barbár Nyugaton 6.-8. Században című könyvet. Először, mikor megláttam, úgy magamban gondoltam, hát ez éppen nem a legidőszerűbb számunkra, most ki foglalkozik ilyen a 6.-8. Században mit és hogyan tanítottak, elég nekünk a mostani idő gondjait megoldani. De nem volt haszontalan, hogy áttanulmányoztam, és mondhatom mindazoknak, akik a oktatás és neveléssel foglalkoznak. Ugyanis valami roppant hasonlót éreztem, mint amit mi éreztünk az elmúlt 25-30 évben. A rendszerváltozás után egyre másra alakultak az egyházi iskolák, és tudtuk azt, hogy ha valami többet akarunk adni, akkor más tankönyve is szükségünk van, mint amit az állam adott a gyerekek kezébe. Na de most mit csináljunk? Hogyan legyen? Hiszen a piaristáknál is mi is ugyanazokat a tankönyveket használtuk, azzal a különbözettel, hogy mindig megmondták a véleményüket a tanáraink a tankönyvről, ha jó volt azt is, ha nem egyezett a mi véleményünk vele, főként történelem, irodalom kérdésében, akkor azt is elmondták. Most mit csináljunk? És én is segítségére voltam olyan pedagógusoknak, akik akkor tankönyveket akartak írni, mert ha még valaki emlékszik rá, volt ilyen pályázat is. Elmentünk a tankönyvkiadóba. Előhozták a 60-70 évvel akkor azelőtt íródott könyveket, hogy valami példát adjon. De rájöttünk arra, hogy ott nem lehet folytatni. Nem lehet ott folytatni, ami 45 előtt volt, a példák, meg a sok minden más miatt. Nem lehet folytatni avval a viszonylag szabadabb egy-két év tankönyveivel, ami még őrzött sok értékét, de már nem mert kimondani sok dolgot úgy 46-47 tájékán, és ami utána következett, az néha borzalom volt, mert ugye egészen egy ideológia szolgálatába állították ezeket a könyveket. Hát mit csináljunk? Hát akkor jöttek rá, hogy valami újat kell a régi igazságok és régi értékek alapján írni. Hát pontosan ennek a dokumentum ez a könyv. A római oktatási rendszer nem volt kiterjedt, viszont akik tanultak, azok nagyon magas kultúrát sajátítottak el. Hát ezek általában mondjuk a patríciusok gyerekei voltak. Megjegyzem, a tanítók rabszolgákból verbúválódtak legtöbbször, ugye? Az is a jelentése, Paide Gogos, gyerekvezető, a rabszolga vitte a gyereket, okos rabszolgák persze, akik tanították a gyerekeket. Na most magas, kifinomodott kultúra volt. Ennek következtében azok az egyházatyák, akik még azon iskolázódtak, gondolok itt például egy Szent Ágostonra, azok nagyon sajnálták azt, hogy az a kultúra fölbomlóban van. És jön helyette a kereszténység a maga nagyon egyszerű nyelvezetével, úgyhogy maga Szent Ágoston letette először a Szentírást, azt mondta, hogy ez megrontja az ő stílusát, tehát ő rétor meg jótollú író. Hát most ha én ilyeneket olvasgatok, mint a Biblia, akkor egyszerűen átveszem azt a nagyon egyszerű és együgyű stílust. Aztán persze felülemelkedett rajta Szent Ágoston. Tehát volt egy magas kultúra, és jöttek a barbárok.
csőstül, mondhatnánk, és jött egy olyan korszak, amikor az addigi értékek elvesztek. Ez annak a tanulja ez a könyv, hogy mi minden veszett el, és mi mindent próbáltak átörökíteni abban a korban, és csak úgy pislákolt a kolostori iskolákban, vagy egy-két püspökségen a régiből valami azáltal, hogy átmentették, vagy azáltal, hogy valamit szerettek volna átadni. Igen ám, de hát évszázadok múltak el. És amire a mi asztrikunk már bencés iskolába járt, kialakult az új keresztény alapokon, a régiből sokat átvevő, de mégis egy új szemléletű oktatás. És az a bizonyos hét szabad művészet, az ugye megvolt már az ókorban is, de a középkori iskolákban teljesedett ki, ugye volt a trivium, a quadrivium, a triviumból lett a triviális, mert abban benne volt az olvasás, a szónoklattan, a beszéd és a dialektika, a gondolkodás. Milyen jó lenne, ha ma ez lenne a triviális, hogy valaki tud jól írni, helyesen beszélni és gondolkodni. Milyen jó lenne, hogyha idáig el tudnánk hozni a fiatalokat. Aztán mindet persze, mert vannak kivételek természetesen. És utána jött a magasabb, amikor már benne volt a csillagászat, a zene, a mértan, a magasabb fokú számtan. Hát gondoljuk csak meg, hogy egy régi katedrálist is azért ki kellett számolni, hogy a statikailag álljon, ugye? Tehát nem akármilyen számtan tudás kellett hozzá, főként a római számtan alapján, ahol még nem volt helyértékrendszer. Na tehát kialakítják, de ez még mindig kevés. Mert kellett egy olyan lelkiség, ami ezt misszióvá tette. És ez volt a klünyi mozgalom. Mert nem elég gondolták, csak nem mondták úgy ki, mint mi most kimondjuk, nem elég informálni az embereket. Lelkiséggel kell megtölteni. És ez volt a klünyi mozgalomnak a gondolata, hogy az evangéliumot újra föl kell fedezni, és a népet annak szellemében kell tanítani és oktatni. És az iskolákban, káptalani iskolákban, püspöki iskolákban, ott volt a hét szabad művészetnek az alapja és a lelkiség. És nagyon biztos, hogy Asztrik ezzel a szellemiséggel jött ide, hiszen bencés volt, megjárta Rómát nem egyszer, Szent Adalbert tanítványa volt, és azt is tudjuk, hogy még ilyen lektorságra is megkérték a Regensburgi apát egy ilyen írásműnek a fölülvizsgálatára, ami egy vértanulról, F. Emerikusról szól, annak az életét vizsgálja át, és nézze meg, hogy megfelel-e a valóságnak. Tehát ő egy literátus, jól fölkészült, ugyanakkor evangéliumi lelkülettől eltelt ember volt, mert nem jött volna ide Magyarországra. Hát itt azért elég nehéz életforma volt, és vállalja azt, hogy elmegy Rómába, Pécsváradról átjön ide, amit megalapított, tapátságot, és itt elvállalja, hogy itt lesz ennek a tájnak az érseke, templomépítéssel, sok más feladattal megbízva. Tehát van mit tanulni a régi korok embereitől, régi keresztények küzdelmeitől, mert sok hasonlóság van, egy az, hogy sose volt gondtalan élet, mindig voltak olyan nehézségek az oktatás nevelésben is, ami feladatot jelentett, és ugyanakkor nem csak magukra, hanem az Isten kegyelmére is bízták azt, amit végeztek. Hát ez lenne most nekünk is a mai időkben a Katolikus Pedagógiai Intézet vezérkarának és minden iskolának a feladata, hogy azokat, akiket ránk bíztak, emberségben, tudásban, tudományban, művészetben segítsük, és ugyanakkor legyenek keresztény emberek. De ezt nem lehet tanítani, ezt valahogy neveléssel, Isten kegyelmével lehet továbbadni.
Épp az egyik kolléga panaszkodott most itt reggel az asztalnál, hogy hát milyen hittanos gyerekei vannak, hogy mennyire lent vannak, hogy így fogalmazzak. Ezt én jól ismerem és jól tudom, hogy nagyon nehéz ma akárcsak hittant is oktatni. Ezért az a mostani evangéliumi szakasz zárószava, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Ez most is időszerű. Hogy legyenek vérbeli, hivatásos tanítóink, hitoktatóink, akik egyszerre tudnak, át vannak lelkesítve azáltal, hogy azt átadják, példát adnak, és örömüket lelik abban, hogy az ő munkájuk által, ha csak egy kicsit csekélyé mértékben is, de jobbá lesz a világ. Hát ez a mi feladatunk, ezért is imádkozzunk, hogy iskolai velején, mert még ott vagyunk, a Szentlélek ezt a kegyelmet adja nekünk. Amen.